Jó napot! Jó napot! Vártam Önöket, jöjjenek beljebb! Kedves fogadtatásban van részünk a Bogártanyán, de nem tévedünk, ha azt mondjuk, aki itt megfordul, ugyanezt a szívélyességet és kedvességet tapasztalhatja, mintha csak hazaérkeztünk volna. A Sárközben vagyunk, és ez a két épület mindig a családunk tulajdonában volt. Az 1800 éves évek elején épültek, és műemlékek. És hogy miért Bogár István? Édesapámat Bogár Istvánnak hívták, aki református kántor tanítóként került Sárpilisre, valamint az összes sárközi községben közreműködött a népművészet és a néprajzi dolgok gyűjtésében, és ő gyűjtötte a népművészetnek valamennyi ágát, a szellemi gyűjtése otthon található, a tárgyi gyűjtése pedig itt ebben az épületben látható. Na most ő 1967-ben nagyon jó időpontban kezdte ezeket a gyűjtéseket, és így aztán, mivel ez a család tulajdonában volt, ez a két épület mindig a család tulajdonában, így aztán itt helyezte el azokat a tárgyakat, amelyeket elsősorban a család padlásairól gyűjtött, és így aztán a vendégek, amikor jöttek, akkor mondták, jövünk a Pista bácsihoz, jövünk a Bogárékhoz, megyünk a Bogártanyába, tehát gyakorlatilag rajta ragadt az elnevezés ezen a két épületen. Ebből az épület típusból az 1800-as évek elején egy egész sor volt, vagyis utca volt, hogy egy udvarra nézett kettő épület, egy szobakonyha, istálló, fészer és egy présház pince, és ebből ez az egy pár maradt meg, sőt, ha jól tudom, a Dunántúlon sincs több. Éppen ezért a ritkasága és a ebbeli értéke miatt elvitték, illetve másolatban felépítették a Szentendrei Skanzen dél-dunántúli tájegységében is, tehát ott is látogatható. De mi olyan szerencsések vagyunk, hogy nem kell Szentendréig utaznunk, hogy Bogár István szellemi és gyűjtő munkájának a részévé válhassunk. Itt a Bogártanyán maga a néprajzkutató pedagógus lánya, Bogár Éva kalauzol bennünket végig a házakon, ahogy teszi nem csak velünk, hanem minden idebetérővel. Ez a két épület ugye szőlőműveléshez használatos tanya. Viszont édesapám, amikor összegyűjtötte ezt a rengeteg gyönyörű népművészeti emléket, akkor nem tudta máshol elhelyezni, csak itt, ebben az épületben. Tehát a tanyában készített, vagy rendezett be tiszta szobát, ahol most vagyunk. A tiszta szoba mindig a család anyagi helyzetét hivatott megmutatni. Ez egy gazdag családnak a tiszta szobája. Mint említettem már, elsősorban a családi hagyatékból kerültek ezek a dolgok ide. Az érdekességek itt elsősorban a bútorok. Ez a pad például 1809-ből való. A megfejelés 1879, de az már egy újjáélesztése a padnak, tehát bőven megvan a kora. A gazdagságot mindig, illetve az anyagi helyzetet mindig a felvetett tárgy magassága mutatta. A felvetett tárgy, amit itt látunk, 1853-as, érdekes a festése, gránátalma mintája van a felvetett tárgynak a vágy végének, és a felvetett tárgynak a részletei, ugye a díszlepedő, a csíkos derékaj, a nagyon szép sárközi szőttes, ugye sárközi szőttesekről még ugyan nem beszéltünk, de mindig a természetet a szőtték bele a lányok és az asszonyok. A lányokat már fiatal korukban megtanították szőni. A természetből ide szőtték ezekbe a párnákba. Ugye a hullámvonal lehet a víz, a csillagrózsa vagy a csillagvirág speciálisan sárközi minta. Aztán minden népnek a folklóriában megtalálhatók a madárkák, itt is láthatók a galambok, középen a galambduc, és esetlegesen lehet felfogni akár szívnek, akár fának, akár szőlőnek ezeket a mintákat. Tehát a sárközi asszonyok és lányok lelkéből kijött a természet, és ezekben meg is mutatkozott. Nem mutattam még az édesapám fényképét, és
az ott látható. Továbbá érdekességképpen azért mutatok egy ritkaságot is, van több ritkaságunk is. Ez a fénykép 1895-ös, a nagymamám és a nagynéném 5 évesek ezen a fényképen. Ez egy ferotípia, vagyis vaslemezre készült, egyszeri és megismételhetetlen. Ez nagy szeretettel és féltve őrizzük ezt a fényképet. Amikor csoportok jönnek, akkor a fejdíszeket, a népviseletet bemutatom. Fel lehet próbálni, nálam a tárgyakhoz nyúlni szabad, de természetesen kellő tisztelettel. És akkor gyakorlatilag itt a szobában megnézhetik a népviseletet, felvehetik. A nyitott kéményes patkás konyha ma már ritkaságnak számít. A konyhában vagyunk most, ahol egyébként ma is bármikor fel lehetne lobbantani a lábasok alatt a tüzet. A sárközi falvakban nem készítettek kerámiákat, hanem különböző kerámia központok, például Mórágy, Szekszárdbaja, Siklós, Csákvár, olyan kerámiákat készítettek, amelyek a sárközi emberek igényeinek megfeleltek, és azokra a vásárokra vitték, ahol a sárközi emberek válogattak, vásároltak, és így kapta meg a sárközi kerámia nevet ez a típus, amelyeket itt mögöttem a polcokon látunk. Ez a helyiség az istálló volt, itt a gazdasági eszközök tárházát látjuk, és ritkaságokat mutatok majd elsősorban, tehát nem mindenről fogok beszélni, csak úgy általában nagyjából. Ezen a fal részen a mezőgazdasági munkához szükséges eszköztár van, alatta pedig a len és kender feldolgozáshoz kellő különböző tárgyak láthatóak. A tiloló, amely a már megáztatott len és kenderszálakat összetörte, vagyis ezzel törték össze a len és kenderszálakat. Azután a gerebennel kifésülték. A legrégebbi dátummal ellátott tárgyunk 1788-ból az a gereben. Azután pedig ott benne maradt például a kóc, azt is lehet látni. A rokkán megszőtték a fonalat, és a különböző motollákon, csévelőkön fölcsévélték a motringokat, és úgy használták fel a különböző szőttesekhez és egyéb textilanyagokhoz. A sárközi emberek ugye vízi világban éltek, említettem már azt is, hogy igen sok volt a hal, és azt azért nem tudom kihagyni, hogy nem mutassam meg ezt az eszközt, amit Bátán gyűjtöttünk a már említett gyűjtő körútunkon. Ez a néni azt mondta, akitől gyűjtöttem, hogy Évikám, ez egy olyan eszköz, amellyel a már letaposott szőlőt, amikor már nagyon összetaposták a szőlőt, mert régen taposták a szőlőt, azt kilazították ezzel. Aztán unalmas téli estém egyikén, amikor lapozgattam a néprajzi lexikon, akkor megakadt a szemem egy ilyen eszközön, és természetesen alá volt írva, hogy lápi tapogató. Vagyis a sárközi emberek vízi életéhez kapcsolódó eszköz, amivel ugye tapogatták, hogy hova is szabad lépni a mocsaras lápos vidéken. Különböző csengők és különböző lószerszámok, amik szükségesek voltak. Miről itt utoljára szoktam beszélni ebben a helyiségben, ez a mi itt látható szemben, ez is egy ritkaság. Az én ükörögapám, Paprika János őcsényi fafaragó faragta. Na most, ha külön megnézzük, akkor a sárközben nem volt olyan nagy hagyománya a faragásnak, mint más tájegységeken. Az én itt nagyapám viszont kifaragta Szigetvár várát, emlékül Zrínyi Miklósnak, a Szigetvár hősvédőjének. Kifaragta a kirohanási jelenetet, csata jelenetet, a várat, a várfalat, belső várudvart, és a török katonákat, magyar katonákat, lovakat, ágyukat. A Vosinszky-Bor megyei múzeum restaurátora egy időben ezt rendbe hozta, hálás szívvel köszönöm most is, és
Az a baj, hogy ez csak egy töredék. Malonyai Dezső a Magyar Népművészet című művében írt erről az alkotásról, mint népi naív faragás, és onnét tudjuk, hogy 355 katona volt, tehát ez jellemző a nagyságára. Hatalmas terepasztalok voltak, abban lyukak, ezeken számok és ilyen kis csapok, és szépen felállította az ők nagyapám, és vásári kikiáltóként végigjárta az országot, és bemutatta ezt az alkotását. Amikor itt a Szőlőhegyen avatták, illetve először mutatta be ezt az alkotását, akkor Szekszárdról 18 hintóval jöttek az elöljáróságok, és nézték meg, és nagy ovációval fogadták ezt a művet, amiből csak éppen ízelítőt kaphatunk, mert nyilván ennél sokkal nagyobb volt. Az első sárközi lakodalmat már Bogár Pista bácsi rendezte 1966-ban Sárpilisen. A rendezvény sorozat már a országos ünneppé nőtte ki magát, amelynek tavaly tartották 50. jubileumát. Bogár István nem csupán egy emlék a szívekben. Míg élt és munkált, ő kutatta a sárközt, most pedig a sárköz meséli tovább az ő történetét. A édesapám neve elég volt ahhoz, hogy mindenki nagyon szívesen fogadott, meg a sárközi emberek egyébként is igen barátságosak és vendégszeretőek és kedvesek. Amikor a Szentendrei skanzenben felépítették ennek a másolatát, plusz az Őcsényi szülőházunkat, amelyet eredeti formájában ott fölépítettek, tehát elvitték egy az egyben és fölépítették a Dél-Dunántúli tájegységben, akkor Szentendréről mindig kaptunk egy telefont vagy egy levelet, akkor még ez így működött, hogy szeretnénk, hogyha a házba, vagy a tanyába ezt, meg ezt gyűjtenétek, vagy keresnétek, ti jobban ott tudtok lenni, és elmentek még a sárközi falvakba. Édesapám neve akkor még kinyitatta az ajtókat, nyilván nem úgy, hogy csókolom, megjöttem, és akkor fölmegyünk a padlásra, hanem minden faluban, elsősorban Bátán, Pilisen, Sárpilisen, Őcsényben voltunk ilyen utakon, és felmentünk a padlásokra, és ott, amit kértek tőlünk a szentendreiek, akkor azt összeszedtük, ha tudtuk, a módunk volt rá, és akkor nem csak annyit sikerült, hanem annál sokkal többet. Tehát gyakorlatilag ekkor gyűjtöttünk sok dolgot, ami még ebből a gyűjteményből egyrészt hiányzott, másrészt pedig a ritkaságokat tudtuk megszerezni, ami még itt nem volt. Így aztán a családi gyűjtemény bővült. Fájó szívvel veszünk búcsot a napsütötte szőlőtőkéktől és az árnyékos padtól, a nádfedeles épületektől. De tudjuk, itt mindig szívesen látnak majd bennünket, ha időről időre gondolatban leülnénk beszélgetni egy pohár bor mellett Bogár Pista bácsival.